Köszönjük szépen, Kolos Józse bevezetőt. Ezt hívják azt hiszem úgy, hogy High Call. Úgyhogy szeretném megkérni Körmendi Imrét, a MUT elnökét, hogy ehhez kapcsolódva, illetve ezt folytatva mondja el nekünk, hogy a MUT mit gondol ebben a tekintetben, és kösse össze ezt a kérdést a mai napnak a témájával. Ez egy izgalmas feladat. Hölgyeim, uraim, üdvözlöm mindennyiukat. Én igazándiból azt szeretném csak mondani, hogy az ifjabbakra nézve, hogy 50 év múlva csinálhassunk majd egy még 100 év kiállítás, vagy egy konferenciát, talán nagyobbat, népesebbet, tehát ez az én vágyam. Mert az azt jelenteni, hogy mondjuk az urbanisztikai társaság még létezik, de nem igazándiból ez a fontos, hogy most létezik vagy nem létezik, hanem hogy van-e értelme vagy sem, tehát értelmes dolgot csinál-e. A 2001. űrodisszeiának a híres szerzője, a Clarke-nak van egy olyan könyve is, a Jövő körvonalai. Ennek az első 49 lapján azt ecseteli, hogy a tudomány mennyire látta előre a felfedezéseket. És ő, mint egy fizikus tudós, arra az eredményre jutott a vizsgálatai során, hogy körülbelül 50%-ot látott előre, és 50%-ot pedig abszolút nem. Tehát az első űrrakéta fellövése előtt állítólag, írja ő, az angol királyi nem tudom milyen intézetnek a vezetője úgy nyilatkozott, hogy ez lehetetlenség. És így tovább, és itt egy gyönyörű példákat sorol. Aztán amikor elkezdi fölvázolni a jövő körvonalat, akkor leraktam a könyvet, mert az olyan dögunalom volt így évtizedekkel később visszanézve. Azt is látnunk kell, hogy nem könnyű előre nézni. Tehát az emberiséget mindig érdekelte, Delfóiba már jártak, az emberek, legalábbis tudunk róla, tenyérjóslás, béljóslás, mindenféle dolog, még a hivatalosan ateista Sztálin is jósokat kért meg arra, hogy egy intézkedése időszerű-e vagy sem. Tehát az emberiség szeretne előre látni, és kevéssé látunk előre. Egy-egy ember nagy, különösen a 20. században hatalmas teóriákat lőtt fel. 1990-es évek elején a világot bejárta az, hogy a hely elveszíti jelentőségét. Az informatika által már lehet Indiába könyvelni amerikai, angol cégeknek, tehát nincs a hely, egy nagy falu lesz, vagy egy tanyarendszer az egész világ. Kunz György azt írja 2005-ben megjelent a Tercnél megjelent könyvébe, hogy ez a lufi 10 év alatt kifulladt. És amikor a Burj Khalifa, meg nem tudom micsodára gondolunk, akkor ott valaki azt a helyet totálisan meg akart erősíteni. De nem látunk igazándiból előre. A 70-es, 80-as években összesítette az akkori Építési és Városfejlesztési Minisztérium az országra készült településrendezési terveket, és 10 millió volt az ország lakossága, 80-ban 10 millió 800 ezerrel telítődött, vagy a csúcsát elérte, és a tervekből egy olyan 20-25 milliós Magyarország rajzolódott ki. Tehát mindenki arra tervezett, hogy növekszik a lakossága. És 80-tól 81-től az egész ország lakossága csökken. Mindmáig a külföldön dolgozókkal együtt, vagy 1,5 millió embert elveszítettünk. Tehát nagyon nehéz, és még ma is azt látom a terveken, hogy még mindig valamiféle álmot kergetünk, és nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy leépíteni, visszavonulni, stb. Stb. Kolosa József itt előttem szólt a végekről. Én például a gyakori jogszabály módosításokat vélem úgy, hogy mire a végeken megtanulják, addigra már nem igaz. Tehát, hogy nagyon sokféle világ létezik. Tehát létezik egyszerűen ez a smart city, green city, én nem tudom micsoda, amiben szakemberek élnek, és létezik egy másik Magyarország, vagy egy másik világ, amelyik azzal küzd, hogy megművelte a kert. Egy Böjte Csaba azt mondja, hogy az egész Kárpát-medencében nem volt annyi leszedetlen gyümölcs soha, és annyi megműveletlen kert. Lackfi János azt írja, hogy soha nem volt annyi fölösleges izom a Földön, mint ma van. De egy csomó minden dologgal, olyasmivel foglalkozunk, amivel
talán nem kellene. Nem cifrázom tovább, mert nagyon, nagyon hosszú lenne ez a dolog. Én azt kívánom, hogy a mai nap olyan előadásokat halljunk, és reményem szerint a beszélgetéseken valami olyasmi rajzolódik ki, ami nem kell nagyon mosolyognunk majd 5 vagy 10 év múlva. Tehát, hogy próbáljunk meg a Földön maradni, és reális lépéseket tenni előre, még akkor is, hogyha kell magasra emelnünk a szemünket. Köszönöm szépen, és jó tanácskozást kívánok!